Köszöntöm a kedves nézőinket, Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek a főbb híreink röviden. Magyar Önkormányzatok Szövetsége sajtótájékoztatót tartottak Szentendrén a Városházán. Bölcsőhegy, új kilátót adtak át Szentendre határában. Szentendre Barátai és a Nők Szentendréért Egyesület adventi jótékonysági garázsvásárt szerveztek az offline centerben. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége december 8-án sajtótájékoztatót tartott Szentendrén a Városházán. Az esemény témája az önkormányzatok 2022-es költségvetés előkészítése volt. Az egyik kiemelt téma az agglomerációs települések helyzete volt. Fülöp Zsolt Szentendre polgármesterének kezdeményezésére a főváros és a Budapest vonzás körzetében élő települések részvételével agglomerációs tagozat alakul a szervezeten belül. A budapesti agglomerációs települések és Budapesttel közösen létrehoztuk az agglomerációs tagozatot a Magyar Önkormányzatok Szövetségén belül. Ez azért fontos, mert felül kell vizsgálnunk az agglomerációs törvény elavult, hozzá kell igazítani a mindennapjainkhoz a törvényeket. Nem a törvényekért élünk, hanem a törvények kell, hogy kiszolgálják a mindennapjainkat. Ennek szellemében három fontos dolgot fogunk elindítani. Az egyik a közlekedés felülvizsgálata, hogy ez most önkormányzati, állami feladat, vagy ennek valamilyen összessége. Ki finanszírozza, ki fizeti a révészt a szó és valós értelmében is. Az önkormányzatok finanszírozása is kiemelten az agglomerációs önkormányzatokra fontos, hogy a budapesti és a környező települések megváltozott körülményeihez alkalmazkodni kell az önkormányzati finanszírozásnak, hiszen az infrastruktúra nem követte le azt a robbanásszerű változást, ami ezekben a településeken végbe ment. És a legfontosabb az önkormányzatok számára az építés hatóság visszaszerzése. Az tűrhetetlen, hogy az önkormányzatok elvesztették a saját településeik felett a kontrollt az építés hatósággal. Itt is alapvető önkormányzati és állami törvényeket kell megváltoztatni. Ennek szellemében indulunk el, és a tagozat ennek szellemében kezd el működni. A települések jövő évi gazdálkodása veszélybe kerülhet, az önkormányzatokat a kormányzati döntések nehezítik, hangzott el a Magyar Önkormányzatok Szövetségének Szentendrén tartott elnökségi ülésén. Vannak olyan problémák, amelyek mindannyiunkat közösen sújtanak, minden önkormányzatot. Ilyen volt például a gépjárműadó elvonása, ami kis településeknek igen jelentős bevétele volt, a nagyobb településeknek is természetesen legfeljebb 100%-ban kisebb. A reklámadó megszüntetése és az iparűzési adó felezése is, és az építéshatóság elvétele egy újabb bizonyítéka volt az önkormányzati ság leépítésének. Most pártállástól függetlenül egy olyan közös nyilatkozatot adott ki, vagy közös javaslatot készített a Merjégú Városok Szövetsége, amely elsősorban a városaink, településeinknek a jelenkori anyagi problémáira adnak megoldást, természetesen kormányzati segítséget igényel. Három olyan különösen nagy terület van, ahol ezt a segítséget megfogalmaztuk. Az egyik az iparűzési adó felezése, azt kérjük, hogy ez központi költségvetésből teljes mértékben, 100%-ban kompenzálja az állam. A második terület a gazdasági visszaesés, hiszen nem csak az iparűzési adó 1%-ának lefelezése a kis és középvállalkozásoknál, hanem a legnagyobb cégek esetében is, különösen például az autóipar, de nagyon sok más területen is. Önmagában a gazdasági visszaesés a Covid miatt is nagyon nehéz helyzetbe kerültek önkormányzatok, olyanok is, ahol mondjuk az iparűzési adó csökkenése az nem volt annyira súlyos. És végezetül nem utolsó sorban az infláció, de az energiaárak elszabadulása is oda vezetett, hogy több tényezőnek a külön-külön való kompenzációját is igénylik a Merjégú városok együttesen. Eszes Béla, János Hida polgármestere példákat említett. A gépjármű adó elvonása, vagy a Covid elleni védekezésre fordított többletkiadások az önkormányzatok 15-20, de akár 30%-át is felemésztik. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének sajtótájékoztatóján kívül szintén a Városházán tartottak egy másik országos sajtóeseményt, ahol ugyan személyi átfedés volt, de témájában teljesen elkülönült. A kúria döntésében, amely jogerős döntés,
jóvá hagyta ezt a két népszavazási kérdést. Ez azt jelenti, hogy a Fudán törvény hatályon kívül helyezésére vonatkozó, illetve az álláskeresési támogatás 9 hónapra emelésére vonatkozó népszavazási kérdésről lehet aláírásokat gyűjteni. És mivel a parlament megváltoztatta a népszavazások lebonyolításával kapcsolatos jogszabályokat, lehet népszavazást is tartani a parlamenti választással egy időben. Most még az idén szeretnénk, ami mintegy 3 hét, még az idén szeretnénk 200 ezer aláírást összegyűjteni. Tudom, hogy lehetetlennek tűnik, tudom, hogy ebben az időszakban mindannyian, önök is, mindannyian a családjukkal szeretnének lenni, és kívánom, hogy legyenek minél több időt valóban a családjukkal. A bevásárlás, az ünnepre való felkészülés, a rórátemiseik látogatása, a lelki megújulás, megtisztulás, esetleg egy szentgyónás mellett kérem, hogy ne csak a saját lelki üdvükre, hanem a gyermekeikre is gondoljanak. Kérem, hogy most csatlakozzanak hozzánk abban a hihetetlen nagy feladatban, hogy 200 ezer aláírást összegyűjtsünk ennek a két nagyon fontos népszavazási kezdeményezésnek a támogatására. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a MÖSZ is csatlakozik ahhoz a közös nyilatkozathoz, amelyet párt állástól függetlenül mind a 23 megyei jogú város vezetője aláírt. A dokumentum a működési kompenzációs igényeket foglalja össze. Újabb kilátót adtak át Szentendre határában, ezúttal a Bölcsőhegyen. A Magyar Természetjáró Szövetség és a Pilisi Parkerdő ZRT konzorciumban végrehajtott pályázat keretében 7 méter magas létesítményéről Szentendre mellett többi között dobogókő, prédikálószék és a Börzsöny is megcsodálható. Mindössze 7 méter magas, de az a 360 fokos panoráma, amit látni lehet a Bölcsőhegyi kilátóról, az magáért beszél. Nem ez az első torony, az 587 méter magas hegyen. 1934 tavaszán a Magyar Kárpát Egyesület emelt kilátót a helyszínen, az ékes épület aljában pedig menedéket is kialakítottak. A szervezet alapító tagjáról, a tátrai turizmus jeles alakjáról, Döller Antalról nevezték el a tornyot, mely magánterületre esett ugyan, ám az erdőbirtokos engedélyt adott felépítésére és az ösvény létesítésére. 1936-ban azonban a Dréher család tett szert az erdőrészre, ők pedig lebontatták az építményt, és lezárták a turista utat. Későbbiekben, itt az 1970-es években ismét állt egy újabb kilátó, méghozzá egy jó magas 7 méter magasságú magasles. Viszont amikor 1981-ben itt a szomszédos Lomhegyen megépült a katonai bázis, akkor ezt a hadsereg elbontatta, hiszen be lehetett látni a katonai bázisba innen. A szűkös helyen álló, mindössze 2,4x2,4 méteres alapterületű fenyőgerenda torony elemeit természetvédelmi okokból kézi erővel cipelték a csúcsra az utolsó szakaszon. A kilátó ugye fa szerkezetből épül meg, és ugyanaz a Koller József íbüldíjas építész tervezte, aki a Pilisi Parkerdő számos kilátóját, akár így a prédikáló székír kilátóról, akár a hármas határhegyen található Gukler Károly kilátóról beszélünk, vagy akár az innen is látható Pilis tetőn álló Boldog Üzsép kilátót. A Visegrádi hegységben Szentendre és Pomász határán található Bölcsőhegy kedvelt turisztikai célpont, környékén több forrás fakad, többek között a Csepel forrás, a helyi ipari forrás, a Kármán forrás, a kék vízű forrás, köztük a legbővízűbb, a 2021 tavaszán felújított, népszerű Lajos forrás. Ma szép természetes erdő veszi körbe a csúcsot, a talajon kisebb-nagyobb andezit tömbök hevernek. A kilátót megközelíteni legegyszerűbben úgy lehet, hogyha eljövünk a Lajos forrásig, és onnan egy kellemes túrával feljövünk ide a hegy tetejére. Azért azt is tudni kell, hogy itt egy egyemberes ösvény vezet fel, és azért elég nehézkes a közlekedés, tehát azért nem árt, hogyha valaki ide látogat, egy jó túrabakancsot felhúz a lábára, illetve azért fel kell készülni a hideg időre is most ebben a téli időszakban, de cserébe egy páratlan 360 fokos panoráma várja itt az embert. Az új Bölcsőhegyi kilátóról pazar körpanoráma tárul a túrázó elé, hatalmas szeletét látjuk be a Dunakanyart övező hegyvidéknek.
A kilátóból, hogyha körülnézünk, akkor valóban csodálatos látvány tárul elénk. Itt ugye a hátam mögött a Szentendrére látunk rá, a távolban pedig a Mátra jelenleg havas vonulatait lehet látni. Utána pedig, hogyha jobbkézfele fordulunk, akkor következik ugye a Hármas Határhegy, azon túl pedig látszik a Széchenyi-hegy, utána a János-hegy rajta az Erzsébet kilátóval, utána következik ugye itt a Pilistető, rajta a Boldogözsép kilátóval, de látszik innen Dobogókő, illetve a Prédikálószék is. Utána pedig, hogyha követjük a vonulatot, akkor a Börzsöny tárul a szemünk elé, és hogyha szerencsénk van és jó az idő, akár az Alacsony Tátra vonulatait is lehet látni. A Magyar Természetjáró Szövetség és a Pilisi Parkerdő ZRT konzorciumban végrehajtott pályázat keretében 29,2 millió forintból épült kilátóhoz már a télen is érdemes kilátogatni, hiszen varázslatos tájban gyönyörködhetünk majdnem 600 méter magasból. Befejeződött a város részi költségvetés 2021 programban, első helyezést elért edzőpark kivitelezése az izbégi sportpálya területén, a baseball pálya előtt. A független szakértői ellenőrzés során rendben találták az eszközöket, a biztonsági szalagokat kedden eltávolították. Az új edzőparkban egy saját súlyos eszközelemekből álló rendszer, valamint egy állítható súlyos fekvőnyomó és egy guggolópad került telepítésre. Az edzőpark eszközeinek összeállításánál az önkormányzat arra törekedett, hogy egy minden testrészt megmozgató új kültéri edzőhely valósuljon meg. Az új izbégi edzőpark egyedül álló, hiszen ilyen típusú állítható súlyos kültéri sporteszközöket Szentendrén első alkalommal telepítettek. A kivitelezésre eddig bruttó 3.667.506 forintot fordított a város. Még hátra van a nyári időszakban használatos napvitorla kiépítése, ennek telepítésére tavasszal kerít sort az önkormányzat. Adventi jótékonysági garázsvásárt szervezett a Szentendre Barátai és a Nők Szentendréért Egyesület december 4-én szombaton az Offline Centerben. A kezdeményezést sokan támogatták, a befolyt összegből a Szent Erzsébet Karitás csoport tűzifát fog vásárolni a rászoruló családok számára. Minőségi termékek és hatalmas választék várt az adományozni vágyókra múlt hét szombaton az Offline Centerben. Ruhákat, háztartási eszközöket, ékszereket, kozmetikumokat, könyveket és még sok mást vásárolhattak az érdeklődők a Szentendre Barátai és a Nők Szentendréért Egyesület által rendezett jótékonysági garázsvásáron. Az adventi jótékonysági garázsvásárunkat most már második alkalommal szervezzük meg, tavaly volt az első, és most már immáron azt lehet mondani, azt gondolom, hogy hagyományteremtő a rendezvény, főleg azért, mert már most látjuk, még bár nem ért véget az esemény, de hogy nagyon nagy sikere volt, nagyon sok ember volt itt ma is, és már láttuk is a bevételnek egy részét, megszámoltuk, hogy hol tartunk, és azt gondolom, hogy nem kell szégyenkezni a közösségnek, mert a közösség idén is összefogott, lehet látni, nagyon sok felajánlást kaptunk, nagyon sok adományt kaptunk, és nagyon sokan jöttek vásárolni azért, hogy tűzifát tudjunk utána venni a Szent Erzsébet Caritas részére. A jótékonysági garázsvásáron közel 900 ezer forint gyűlt össze, melyel a Szent Erzsébet Caritas tűzifa vásárlásához járult hozzá a szentendrei közösség. Volt, aki felajánlásával, volt, aki vásárlással vette ki részét az adományozásból. Sokan a karácsonyi ajándékokat is be tudták szerezni. A Szentendre Barátai Egyesület és a Nők Szentendrére Egyesület idén már ezt a rendezvényt, ez a két egyesület szervezi közösen. Tudjuk azt, ismerjük, ugye azért élünk egy kisvárosban, azért teszünk a közösségért, hogy tudjuk azt, hogy kik azok, akiknek szüksége van a támogatásra és a segítségre, és jól jön az, hogyha a közösség összefog, és a közösség ereje tud segíteni a többieknek. És a Szent Erzsébet, Szent Erzsébet Caritas, ugye ez egy olyan jól ismert helyi szervezet, akiről tudjuk, hogy támogatják a leginkább rászorulókat, és ők tudják igazán, hogy ki az, akinek segítségre van szüksége, hol a legkelendőbb a segítség. Úgyhogy idén is, ugyanúgy, mint tavaly, tűzifát fogunk vásárolni ebből az adományból, ami most még, bár nem ért még véget a vásár, de már látjuk, hogy olyan 750 ezer forint körül tartunk, ami majdnem, reméljük, megközelítjük a tavalyi 1.200.000 forintos rekord bevételt, és hogy idén is nagyon-nagyon sok tűzifát fogunk tudni a rászorulóknak venni ebből az adományból. Az akcióban Vitályos Eszter, Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár is részt vett.
Adományával ő is támogatta a Szentendrei Cipje szervezetek kezdeményezését. Tavaly kerestük őt meg először, amikor szerveztük az eseményt, őt is felkértük különben, mint adományozó, és tavaly is kaptunk tőle adományt, meg idén is kaptunk tőle adományt, és idén már úgy tudom, hogy mivel ismertem már tavalyról ezt a rendezvényt, hogy mennyire sikeres volt, és amikor látta a Facebookon a felszólítást, vagy a felhívást, akkor csatlakozott hozzánk azonnal. Nagyon sokan fogtak össze, és nagyon sokan kerestek minket meg, vagy ha mi kerestük meg őket, akkor meg jöttek segíteni. Szentendreiek, akik szeretnek a közösségükért tenni, akiknek fontos az, hogy a helyi érték, a közösség az nőjön és egyre erősebb legyen, illetve közösen tudjunk segíteni azoknak, akiknek erre szükségük van. A Szentendre Barátai és a Nők Szentendréért Egyesület szívügyének tartja a helyi közösségek építését, a közösség tagjainak megsegítését és az összefogást. A Szentendrei Szent Erzsébet Karitásszal és az adományozókkal közösen sok nélkülöző család hideg napjait tették elviselhetőbbé. Elsősorban szeretném megköszönni azoknak, akik adományt adtak nekünk. Azaz nem nekünk, hanem ugye az egyesület számára, amit utána majd el tudtunk mi, vagy amit utána mi értékesíteni tudtunk. És hát megköszönöm nyilván azoknak az embereknek, akik szabad idejükben a Szentendre Barátai Egyesület tagoknak, a Nők Szentendréért Egyesület tagoknak, akik szabad idejükben szervezték ezt a vásárt sok-sok munkával, mert itt most szerencsére nagyon-nagyon flottul lezajlott minden, de hát ez azért zajlott így, mert ugye ebben nagyon sok munka van. Úgyhogy köszönet mindenkinek, de legfőképpen tényleg azoknak, akik adományt adtak, illetve akik eljöttek vásárolni, és adománnyal támogatták ezt az egész kezdeményezést. Aki most nem tudott eljönni ide vásárolni, az egy bankszámlaszámra utalva összeget ugyanúgy hozzá tud járulni ehhez a nemes kezdeményezéshez, mert a vásár most itt véget ér, úgyhogy jövőre találkozunk legközelebb, de ilyen módon lehet még segíteni ezt az akciót. A tűzifára szánt pénzadományokat december 11-ig lehet elutalni a Szentendre Barátai Egyesület részére. Az adományozás részleteiről a szervezet hivatalos közösségi oldalán tájékozódhatnak. Végül a várható időjárásról. Pénteken még keleten lehet gyenge eső, a Dunántúlon kisüt a nap. Néhol nehezen oszlik fel a reggeli páraköd. A minimum hőmérséklet -9 és +2 fok, a csúcs hőmérséklet -1 és +5 fok között alakulhat. Adásunk végén következzenek a főbb híreink újra röviden. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége december 8-án sajtótájékoztatót tartott Szentendrén a Városházán. Újabb kilátót adtak át Szentendre határában, ezúttal a Bölcsőhegyen. Adventi jótékonysági garázsvásárt szervezett a Szentendre Barátai és a Nők Szentendréért Egyesület december 4-én szombaton az Offline Centerben. Ez volt mai hírmagazinunk, a Szentendre Ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Korhatártalanul című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket a weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tvszentendrén. A közösségi oldalakon is jelen vagyunk, kövessenek ott is minket. A munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!